Én is eljutottam most arra szintre, hogy a gyereket, ezt Renátával már megbeszéltem, a gyereket emberem az úton, menjen iskolába biciklivel. Régi történet, maguk minden edőrök tudni kell róla, David dolgozott, első volt a csempész, másnap művét. Most egy gyereket így hogy engedjen az iskolába biciklivel? Óriási járványügyi kockázatot jelent a migránsok és a migrációs hullám által okozott szemét itthagyása. Tömve vagyunk migránssal, amíg nem történik valami komolyabb, addig nem lép senki. Az az röhely, hogy olyan, mint régen, amikor a számháborút csináltuk, hogy rajta van a szám, hogy migráns, azt valahol megfogjuk, akkor odaállítjuk, azt akkor eleresztjük. Mindenféle szankció nélkül. Azt hangzott, hogy nem szankcionálja a rendőrség, de a rendőrség jelenleg a hatályos jogszabályok alapján szankcionálja a tiltott határátlépést, visszakísérjük őket a határzárhoz. Jelenleg ez a jogszabály. Ez az a jogszabályi lehetőség, ami rendelkezésünkre áll. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ásotthalmon betelt a pohár. Egyszerűen az itt élő magyar honfitársaim és mi mindannyian már nem tudjuk tovább elviselni azt a migrációs nyomást és az egyre erőszakosabbá váló betolakodókat, akik évek óta megkeserítik az életünket. Ezért a polgármester asszony ide a mögöttem látható Ásotthalmi Művelődési Házba egy lakossági fórumot hívott össze. Erről fogok a mai videómban beszámolni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselőtestületi ülésen, amit lakossági fórummal egybekötve hirdettünk ma meg. Előjáróban azt szeretném elmondani önöknek, hogy a szokásos közbiztonsági lakossági tájékoztatók hangzanak majd el a mai napon, illetve ahogy a napi rendi pontokat ki is írtam előre, ezt fogjuk aktualizálni a számunkra igen aktuálissá és egyre fokozódóbbá váló migrációs vészhelyzettel, veszélyhelyzettel kapcsolatban. Az első videóm, amivel szeretném nyitni a mai napot, remélem látszik, az az eszméletlen áradat, ami hétköznaponként és hétvégente, és most már nem csak éjszaka, hanem nappal is terheli az ásotthalmi tanyavilágot. Itt ugye ezen a videón egyetlen egy tanyai ház előtt sétálnak el a migránsok, és itt a beugró számok jól mutatják azt, hogy egy-egy csoport hány fő létszámmal halad el az adott útszakaszon. Ez ugye augusztus 30-a és 31-e közötti felvétel, egy kicsit gyorsítva, összevágva, ami azt mutatja, hogy gyakorlatilag fő turista útvonalként áramlik át a hatalmas tömeg a településünkön. Ugye az köztudott tény, hogy Ásotthalom 122,5 négyzetkilométer területen és közel 300 km földúthálózattal rendelkezik. Tehát képzeljük el azt a fajta nyomást, amit a település elvisel nap mint nap, hogyha ez egyetlen útszakasz, egyetlen kamerája. Ezek azok a fotók, ezek azok a képek, amivel azt gondolom, hogy elsősorban a rendőrség, a határrendészet, a mezőőrök, illetve a polgárőrök, valamint az ásotthalmi tanyasi lakosok nap mint nap kell, hogy találkozzanak. Ami a megdöbbentő, hogy majd itt a fotók ugyan napszak szerint nincsenek rendszerezve, de ez már nem csak éjszakai, hanem napközbeni jelenlét is. Az egyik, ami a képen ugyan nem látszik, de azért érzékelteti a fotó, az a fajta közlekedési kockázat, amit ugye az illegális migránsok elszállításával foglalkozó embercsempészek okoznak. Tehát rendszeres egyébként a gyors hajtás a külterületi utakon, rendszeres a kockázatos manővereknek a kivitelezése, amikor ugye azért sajtóból értesülünk, hogy nagyon gyakran ők maguk is megsérülnek, illetve adott esetben az éppen intézkedő rendőrök, határrendészek közé rohannak. Több alkalommal ugye nekünk is be kell, hogy avatkozzunk, hogy ezeket a balesetveszélyes helyzeteket megszüntessük. Ez például a mezőgazdasági területeinken elakadt járművek. És ez a fotó pedig már is mutatja a következő problémát, amit ugye szintén jeleztem az elmúlt hetekben, hogy egy új bűnözési hullám, új bűnözési ág indult el a településen, mégpedig az a fajta bűnszerveződés, akik az itt felejtett gépjárműveknek a szétlopásával, szétbontásával foglalkoznak. Nem kevésbé kockázatmentes ez a fajta tevékenység sem, én azt gondolom, mint az előzőek.
a tanév szeptember 1-i megkezdésével gyakorlatilag azonnal jelentkezett az a probléma, ami a szülők, illetve kisgyerekes szülők részéről érkező jelzés, hogy reggel a gyerekek már nem mernek kimenni a buszmegállóba felnőtt felügyelet nélkül. Ez ugye Ásotthalom jelentős külterületén jelentkező és kiemelhető probléma, mert ugye a lakosságunk fele az külterületi tanyás térségből érkezik az iskolába, az óvodába, a bölcsödébe, illetve ugye a középiskolába induló diákok is mind hajnali 5:30-6 óra tájától egészen 7 óráig. Megfogalmazódott az, hogy tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy fiatal nők, fiatal lányok, gyerekek semmiféleképpen ne közlekedjenek kint éjszaka felügyelet nélkül, de már a kora délután is, sőt a napközbeni órákban se javaslott a kisebb létszámú külterületi sétálgatás, így veszélybe kerülhetnek adott esetben a túráink, a baráti séták, a kutyasétáltatás és egyéb olyan programok, vagy csak egy szimpla hazaközlekedés a tanyavilágban, ami azt gondolom, hogy eddig mindenkinek a saját életének a része volt, és ehhez joggal ragaszkodhatunk, hogy ezeket szeretnénk biztonságos körülmények között továbbra is megtenni. Ugye, ahogy a közmondás is tartja, hogy aki bottal köszön, annak doronggal válaszolnak vissza, előbb-utóbb valószínű, hogy ilyen helyzetek is előkerülnek, és ezt szeretnénk elkerülni alapvetően. Van, aki azt hiszi, hogy ez csak mese. Ezek a képek mind valóság képek, mind amit vagy az Attila vett föl, vagy bármelyikünk vett föl, vagy vöhetne föl a tanyáján. És az a helyzet, ami most már veszélyessé kezd válni, amit a René is mondott, hogy már nem csak nyugtalanít bennünket, hanem bosszant és tetre sarkol. Hát azért ne haragudjatok már, hogyha egy panellakásban benne a Keresztőtér 23. tizedik emelet 30-ba bemegy valaki, betör, az betörés, ugye? Ha valaki az én házam kapuján áttör, az betörés. Az, aki egy nemzetnek a határán áttör, az betörés. És ez sajnos nincs szankcionálva. Az ok ott van a határon. Ha nem jönnek át, ilyen nincs. Tehát a határrendészetnek, a határőrizetnek a hatékonysága kinn a határnál nem nulla, félreértés ne essék, na de az 55-ösön bizonyítják azok az elfogott migránsok százai, meg azok a kocsik, amik itt szaladgálnak össze-vissza, hogy ez nem hatékony. Tehát az ember, aki beengedi ide a határba, a határon köröztül a migránsokat, az felel mindenért. Anyagilag, erkölcsileg mindenképpen. Nem maga a rendőr, nem maga a határőr, vagy határvadász majd, vagy határrendész. De az, aki azt mondja, hogy a fegyvert nem lehet használni gyerekek. Hát én nem azt mondom, hogy emberi életüket kikőoltani, de az az röhely, hogy olyan, mint régen, amikor a számháborút csináltuk, hogy rajta van a szám, hogy migráns, azt valahol megfogjuk, akkor odaállítjuk, azt akkor eleresszük. Mindenféle szankció nélkül. Aki kárt okozott, aki beszennyezte a környezetünket, aki a balesetöket okozhat, aki az egyszerűen a szubjektív biztonság érzetünket abszolút a nullára leírta. Hát azért ilyet, hogy a gyerekek nem lehetnek a tanyáról, a buszmegállóhoz. A családok nem tudnak bemenni a Bajai úttól a tanyáig. Még világosba sem mernek a csajok menni meg a gyerekek, nemhogy sötétbe, hát le a kalappal azok előtt, akik sötétbe ugye mászkálnak. Na de ez az 5 kilométer, 6 kilométert, ami a határtól a Bajai útig van, ez, hogy nem lehet visszaszorítani, ahogy a René mondja, a határra és a határon megállítani határozottan ezt az egészet. Ez viszont nagyon nagy probléma. Én nem azt mondom, hogy nem akarják ilyet, én nem mondom. De az, hogy kevés a létszám, az biztos. Ennyi kára van a gazdáknak, ennyi kára van az erdőgazdaságnak. 4 erdőtüzet okoztak ebbe az évben ezek a migránsok Ásotthalmon, abban az aszályhelyzetben légezhették volna az egész Ásotthalmot. Hát azért nekünk nem lehet, hogy tüzet gyújtani, még a bográcsot sem megsütni, főzni. Nem lehet, hogy egy bográcsot főzni, amazok meg ott nyugodtan csinálhatták. Tehát ez abnormális dolog. Úgyhogy azt szeretném kérni, ezt levélben én önálló képviselő indítványba kértem is, a testület megszavazta
teljes többségével, illetve 100%-ig, hogy legyen itt határrendészeti kirendeltség. Ehhez ragaszkodunk. Tehát ahhoz, hogy ezeket az embereket lecsillapítsuk, ezeket nem bírjátok olyan szóval, nem lehet, nem bírjuk, hogy na, tűrjétek, vagy hagyjátok meg, ez hozzátartozik az életünkhöz. Dehogy tartozik hozzá az életünkhöz, csak hozzá tartóztatták az életünkhöz azért, mert a határon nincs kiadva az, hogy állj vagy lövök. Akik ma itt vannak, mindenki megérdemli valóban a köszönetet, ugyanis nem önökön és nem rajtunk múlik az, hogy jelenleg ilyen állapotok vannak Ásotthalmon. De azt ki kell mondanunk, hogy mindaddig, ameddig a területünkön elfogott migránsokat tehát a magyar adófizetők pénzén visszataxisztatjuk a határ szerb oldalára, és utána néhány óra múlva ugyanezekkel a migránsokkal találkozunk, addig ez egy szélmalom harc. Addig Ásotthalom, Mórahalom, Röszke egy felvonulási terület, egy csatatér. Hát így itt nem lehet élni. Így nem tudunk például turizmusban gondolkodni, hogy polgármester asszony mondta. Márpedig Mórahalom, Ásotthalom turizmusban is gondolkodik. A másik nagyon fontos lába ennek a területnek, ahol mi élünk, ugye az a mezőgazdasági lába. Hát mezőgazdasági tevékenységet sem tudunk így folytatni, hogy átgázolnak rajtunk ezek a betolakodók. Illetve amit szerettem volna elmondani az előbb a mezőrökkel kapcsolatban, hogy miközben a mi mezőreink, ugyan kaptunk támogatást, hogy az előbb elmondtam, a mezőreink a saját életüket kockáztatva, sokszor egy gázpisztollyal vagy még annyival sem az oldalukon polgárőr kollégákkal együtt, veletek együtt fogják el éjszakánként a migránsokat, aközben rendőrségi eljárás indult az ásotthalmi mezőrökkel szemben, nem a itt sokszor szabadon távozó migránsokkal és embercsempészekkel szemben, hanem a mi mezőreinkkel szemben. A TASZ bejelentése alapján, ugye először olyan információt kaptam, hogy a TASZ feljelentése kapcsán, aztán a TASZ kiadott egy közleményt, hogy ő csak bejelentést tett a rendőrségnek, hogy itt az ásotthalmi mezőrök megálligatják, meg fogdossák a migránsokat. Már hogy elfogdossák. Aztán kiderült, hogy ők csak bejelentést tettek, és a rendőrség, méghozzá Csongrád megyei, óriási szorgalommal belevetette magát ebbe a nagyon komoly nyomozásba, és hát el is ítélték az ásotthalmi mezőröket. 20-30 ezer forintos bírságokat kaptak az ásotthalmi mezőrök azért, mert az általam készített videó alapján megállítják a migránsokat, és hívták a rendőrséget. Talán a 112-t vagy a helyi kollégákat, nem tudom. A rendőrség megérkezik, a rendőrség átveszi és elszállítja az illegális migránsokat. Hol történt itt szabálytalanság, kérdezem én, de nyilván talán nem az alezredes uraknak kell válaszolni, de mivel a rendőrség folytatta le a nyomozást, talán van erről ismeret anyagotok. Hol követtek el bármilyen szabálytalanságot az ásotthalmi mezőrök, amiért őket el kell ítélni, azért, mert védték a törvénytisztelő ásotthalmi embereket, vagy éppen a vadászokat, vagy a vadgazdálkodókat, vagy a mezőgazdaságot. Tehát erre már nem Brüsszel kényszerít minket, erre már nem mondhatjátok, hogy ezt Brüsszel akarta. Ez már vagy megfelelési kényszer, vagy nem tudom. El sem tudom képzelni, kinek volt az ötlete. Természetesen én nyilván jogi segítséget ajánlottam fel a mezőröknek ezek után, és arra kértem őket, hogy ne fogadják el ezt a tárgyaláson kívüli megbüntetésüket, túl azon, hogy én személyesen kifizetem a 20 ezer forintos bírságokat nekik, ha kell, de itt az igazság miatt kértem, hogy legyen tárgyalás, lesz majd most tárgyalás talán szeptember végén. Elmegyek, médiát odahívom, ügyvédet, jogászt fogunk biztosítani, de ezt nem fogjuk ennyiben hagyni, az igazságérzetünk és az én igazságérzetem ezt nem tűri. A mezőröket érintő eljárással kapcsolatban nekem információm azért nincsen, mert nem a szegedi rendőrkapitányság járt el, én nem is sem járattam el, de azt megígérem neked képviselő, hogy ebben utána fogok járni, és mindenképpen vissza fogunk neked jelezni, hogy ez miért is történt. Nem tudom, nem tényeket fogok tudni mondani, most nem tudok tényeket mondani, ezért találgatásokban nem haragszom, nem bocsájtkoznék. Azt hangzotta, hogy nem szankcionálja a rendőrség, de a rendőrség jelenleg a hatályos jogszabályok alapján szankcionálja a tiltott határátlépést, visszakísérjük őket a határzárhoz. Jelenleg ez a jogszabály, ez az a jogszabályi lehetőség, ami rendelkezésünkre áll. Utoljára egy nagyon pici figyelemfelhívás, hogy hallottuk, hogy mi történt a polgárőrséggel is, tehát nem arra kérem önöket, hogy fogják meg az embercsempészt egyedül, jó, hanem jelezzék.
jelezzék. Attól már más is előfordulhat. Első körben riasszák a rendőrséget, mezőrök is azért nagyjából kint vannak a környéken, tehát mindenféleképpen megpróbálunk valakit küldeni. Ne legyen nagyobb baj. Tehát az csak nagyobb baj. Amint lehet. Én azt gondolom, hogy igazából egy nagyon fontos tényt tudunk rögzíteni Ásotthalom, illetve a határmenti települések vonatkozásában, az az, hogy védelmet kérünk. Védelmet kérünk ugye a személyes életterünk vonatkozásába, hiszen minket, helyi lakosokat elsősorban ez érint, amikor a tagyánkra, az otthonainkba, a földjeikre betörnek. Védelmet kérünk jogi értelemben is. Ugye ez is több szempontból elhangzott. Elhangzott a tekintetben, hogy akár a mezőreink vannak felelősségre vonva, akik minket védenek. Elhangzott a tekintetben is, hogy mennyire tekinthető bűncselekménynek vagy büntetnek a határzáron történő átlépés, hiszen ugye gyakorlatilag most egy önfenntartó rendszerként működik a jelenlegi intézkedés sorozat. Arcról fölismerhető, idézőjelben nem jó, de rossz ismerősnek számító embereket, arcokat köszöntünk a kamerákban nap mint nap, illetve a rendőrök is, és viszik vissza a határ túloldalára, akik adott esetben még aznap újra érkeznek. Nagyon igaz az, hogy hát az ember megpróbálja a rendőröket felhívni, mert annyi migráns van már ott, legalábbis kint a gátsoron, hogy egyszer elképesztő. Minden nap, minden éjszaka, már kétszer szóltam azért, hogy ott van egy pont, vadászként látom a nyomokat. Minden éjszaka ott megáll egy autó, és minden éjszaka rajzanak, mint az egerek, szanaszít a migránsok. Szóltam, hogy oda kéne valamilyen kamerát tenni, vagy odaállítani valakit, mert minden éjszaka ott jönnek. Gátsoron persze. Vagy a Fakelman fele mennek, vagy a másik irányba. Tömve vagyunk migránssal. Én azt gondolom, hogy addig, amíg nem történik valami, valamilyen merénylet az hülyeség, az rossz kifejezés rá, amíg nem történik valami komolyabb, addig nem lép senki. A múlt hét szerdán tettünk egy bejelentést, én fültanúja voltam egy esetnek, egy autós üldözéses lövöldözésnek konkrétan a Bajai úton. Tehát kettő embercsempész egymást lőtte szágoldás közben. Hogy ez az ügy is olyan alapossággal lesz-e kivizsgálva, mint a mezőröknek az ügye, mert hogy mikor bementünk vallomást tenni, akkor igencsak azt hallgattuk, hogy ez bagatell, ezért teljesen fölösleges volt bejönni, és egyébként már okafogyott. Bölcsőde vezetőjeként jöttem most ide, és azt szeretném csak elmondani egyébként mindenkinek, hogy igen, vannak migránsok, és ezt már onnan érzékeljük, hogy a 3 éves gyerek, amikor bejön az óvodába, akkor lerajzolja a migránsokat, illetve elmesélik, hogy a buszmegállóba ott vannak a migránsok, és ők félnek. Tehát azt gondolom, hogy nem normális dolog az ma Magyarországon, hogy az óvodások így élnek. Tehát szeretném, hogyha annyira komolyan vennénk ezt, hogy nem lehet az, hogy a gyerekek lelki világában a migráns az megjelenjen. Elmondják, hogy ők emberek egyébként, csodálkoznak, hogy miért nem szeretjük őket, de félnek a gyerekek. Mi is féltjük őket, egyébként nekem 3 gyerekem van, 3 lányom, és innen 2 kilométerre lakok, de nem merem őket egyedül hazengedni, mert tudom, hogy mi is egy olyan részen lakunk, ahol napi szinten járnak a migránsok, és féltem a gyerekeimet. De ez nonsens, hogy a 3 éves gyerek migránsokat rajzol, és ezzel él minden nap. Tehát, hogy ez tényleg itt van, úgyhogy remélem, hogy ez tovább eljut, és ennek lesz valami megoldása, úgyhogy én csak ennyit szerettem volna ezt hozzátenni, köszönöm szépen. Igen, a gyerekek is, nem csak az óvodások, hanem már a nagyok is félnek, és az iskola gyakorlatilag nem tud programokat szervezni délutánra, mert át szoktunk biciklizni Mórahalomra, ott megnézzük a szuper dolgokat, most már Ásotthalom is rengeteg lehetőséget ad arra, hogy túra szakkörökön bejárjuk az erdőket, ahogy ezt tettük korábban, ezt már nem tehetjük meg. 4 óra után télen sötétedik, ugye október, november, december, és sorolom még a téli hónapokat, abszolút semmi osztályrendezvény, farsangot, bulit, Mikulás, karácsonyt, nem tudom, semmit nem fogunk tudni rendezni, mert a szülők teljes joggal fogják azt mondani, hogy még a falubelieket elengedem, de aki Kissorról, Rácsorról, 10-es kerületről, stb. Jön,
egyszerűen nem, akkor hogy lehet közösséget építeni? Óriási járványügyi kockázatot jelent a migránsok és a migrációs hullám által okozott személy itthagyása. Én is eljutottam most arra szintre, hogy a gyereket, ezt Renátával már megbeszéltem, a gyereket emberem az úton megenged iskolába biciklivel. Régi történet, maguk minden rendőrök tudják el róla, bévén dolgozók elsodolt a csempész, másnap műtét, ugye? Most egy gyereket így hogy engedjen az iskolába biciklivel? Nincsen igazoltatás. Nagyon sok esetben van olyan, hogy a csempésznek se jogosítványa, se forgalmia, se, semmiféle papírja nincsen. És az is el van engedve. Jó, akkor visszatérek az eredeti problémához. Tehát itt az előttem szólókkal gyakorlatilag az este eddig elhangzott részével elmondtuk, hogy milyen problémákkal küzdünk, nyilván tudjuk, tehát, és azt is elmondtuk, hogy milyen intézkedéseket teszünk meg annak érdekében, hogy ezeket a problémákat valamilyen módon tudjuk orvosolni. Igen, látjuk, erről beszéltünk eddig, rengeteg a migráns, rengeteg az embercsempész is. Tehát mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy ezek elfogásra kerüljenek, és a rendőrség a kapacitásának, sőt, én tiszta szívből mondom tényleg, hogy a rendőrség erőn felül is megcsinálja most már, amit lehet, és pontosan azért hozta a kormány azokat az intézkedéseket, amiket hozott. A kerítés megemeléséről, meg a határvadászokról, meg nagyon sok mindenről beszéltünk itt már, hogy az első vonalban ezeket próbáljuk meg megfogni, hogy ilyenek ne történjen. Gyakorlatilag ez a lényeg, és ez a jövő, és ezt szeretném megjelenni. Most szerdán lesz két hete, hogy bejött 1500 ember. Igen. Ugye ez kiderült? Igen. 24 órán belül. Igen. És ez ugye kiderült. Azonnal rendőrök, katonák, stb. Mindenki volt. Tehát öröm volt nézni, hogy dolgoznak. Igen. Két hónap. Az a 24 óra volt az. Se előtte, se utána, itt nincsen senki. Nem jól mondom. Tehát egy-két ember van, és köszönjük meg a cseheknek az osztrákok munkáját. Ugye a nagyszámú bejövetel miatt ide történt egy erőátcsoportosítás. Azok a honvédek voltak itt, akik délelőtt itt voltak, akik utána éjszaka visszajöttek dolgozni. Tehát azt a létszámot folyamatosan lehetetlen volt fenntartani, akkor arra az időszakra, ez két napon keresztül volt valóban egymás után kétszer, de egyébként most is, tehát hogyha van nagyobb számú bejövetel, vagy most már ma éjszaka is, tehát ilyen műhelytitkokat eláruljak, látjuk, hogy milyen mozgódás van a túloldalon. Mi már kértünk megerősítő erőket, Kiszombor, Nagylak, Bács-megye területéről, hogy ezek jöjjenek ide. Mi a probléma? Nem értettem. Hát az, hogy milyen éjszakának nézőkerébe. Ezért kértünk megerősítő erőket. De most én úgy gondolom, hogy arról beszéltünk eddig, hogy ezt próbáljuk meg ezt a problémát együtt megoldani. Most meg alapvetően a cinikus hangokat hallom egyfolytában. És én megértem, hogy a lakosságnak ez rosszul esik. Nem esik rosszul. De rosszul esik, amit én megértek. Csak minden veszélyes. Igazából addig nem fog történni semmi, még itt nem fog kérdődni. Nem rosszul esik, ez életveszélyes. Arról beszéltünk eddig, hogy mennyi minden történt már eddig is, és mennyi minden munkát megtettek a kollégák. Nem csak az enyémek, hanem a honvédek, a katasztrófavédők, a külföldiek, mindenki. Tehát itt mindenki azon dolgozik, hogy ásotthalomban mennyire lehet, biztonságban legyen. Sajnálom, hogy most ezt nem érzik, ez világos. Hát aztán abszolút nem. De a lehúzzákról a keresztvizet, az nem fontos. Ahol én lakom, nem érzem azt, mert ennyi volt. Igen. Na, még van kérdés, akkor válaszolok szívesen. Vannak Magyarországon olyan civil szervezetek, amit Turockai képviselő úr is itt felvázolt, ugye TASZ, ugye Helsinki Bizottság, Amnesty International, stb., hogy a kormány az miért nem képes megtalálni azokat a fogásokat ezeken a szervezeteken, akiknek ellehetetlenítenék úgymond a munkáját. Ahogy ők megteszik a helyi mezőröknek a munkájuk ellehetetlenítését, szerintem ugyanúgy a magyar kormánynak is volna erre, ha nem is konkrétan jogköre, de megvolnának azok a szervei, akik el tudnák lehetetleníteni úgymond. Finoman szólva, ezeknek a szervezeteknek a munkáit. Ugye nagyon jól tudjuk, hogy ezeket honnan finanszírozzák. Tehát külföldről finanszírozzák őket. Na most, hogyha külföldről finanszírozzák, nyilvánvaló, hogy nem a magyar érdekeket képviselik ezek a szervezetek. Mondhatjuk azt is, hogy ez már egy ügynöki tevékenység. És a magyar kormány ezt tétlenül nézi. És semmit nem tesz ennek érdekében. Egy 500 milliós közösségről van szó, ahol mi vagyunk 10 millióan. Ez van.
Dolgozunk az ügyön. Nincs még megoldás, dolgozunk az ügyön. Demokrácia van, mondom, vannak jogi elvárások, Európai tagjai vagyunk. Ennyit tudok önnek egyenre válaszolni. Én is hiányolom egyébként azt, hogy a TASZ és a többiek zaklathatják a rendőröket, mezőröket, vagy akár a börtönőröket, zaklassák a bűnözőket, tehát ne a törvény őreit zaklassák. Illetve amit végképp nem értek, de majd kapok rá választ, meg hát nyilván majd a jogi képviseletet azért majd biztosítjuk a mezőrök számára, hogy a rendőrség vagy a belügyminisztérium az miért engedelmeskedik egy TASZ bejelentésre, ami ráadásul a TASZ közleménye szerint ők nem feljelentést tettek az ásatalmi mezőrök ellen, csak bejelentést tettek. Tehát, hogy mi indokolhatja, ha ez a kormányzati álláspont, aminek nagyon örülünk és üdvözöljük és támogatjuk, akkor mi lehet annak az oka, hogy egy egyszerű ilyen bejelentésre, ami felfoghatatlan, hogy a mezőrök végezték a munkájukat, még ha itt a belterületen intézkednének, akkor azt mondom, hogy jó, akkor lehet valamit mondani, de külterület, hát az az ő munkaköri kötelessége, hogy oda menjen. Hogy mi lehet az oka annak, hogy ilyen engedelmesen a rendőrség ezt a nyomozást lefolytatta, és ennek ez lett a vége, hogy megbírságoltak a mezőröket, az felfoghatatlan. Megveszük a drága műtrágyát, belefektetjük a rengeteg munkát, és mire oda kerül a sor, hogy mondjuk a kápia paprikát le kell szedni, akkor le lehet adni lecsónak, mert széttaposták az egész öntöző rendszert. De én gondoltam egyet, hogy egy pertársaságot kellene a magyar állammal szemben az ásatalmi lakosoknak csinálni, annak egy aláírást gyűjteni, mert ha én adót fizetek és elvárják tőlem, hogy precízen, havi rendszerességgel befizessem az áfámat, elvárják tőlünk azt, hogy adófizető módjára teljesítsük az önkormányzatok is például helyi adót, amit nem tudom most elvisznek vagy nem visznek önöktől, de szerintem el, akkor joggal várná el a lakosság, hogy védje meg az a magyar állam a lakosságot. És ezt most jelenleg itt nem csinálja. Gyakorlatilag beszélünk a nagy semmiről sokat. Nagyon jó a probléma, amit itt látok én is meg nap, mint nap. Ma csak éppen 13 migráns fogtam itt idefele jövet úgy Dunalmanba, mert én ráérek. A navosokkal sikerült megcsípni őket a Bajai úton. Nagyon sokszor van, hogy tegnap 4-et fogtam itt, mikor mentem hazafele a Rivónál a kanyarba, elvitték őket. De ezen kívül nem csinálnak semmit velük. Nem kellene tornádókkal autóztatni. Összebilincselt kézzel, úgy, mint ahogy itt a videón meg tudom mutatni, hogy az osztrák rendőrök csinálták. Nem a fenét, hogy ne lehetne ütni, verni, mint a lovat. Szóval így, ahogy gyalog jöttek, visszahajtani a kerítésre, az addig ütni őket, ameddig melegek. Azt mondtam, hogy nem jön mélyen. Az érintett témára reagálva, ugye annyi történt helyi szinten, egyébként ezt is itt Ásotthalmon indítottuk el tavasszal, hogy egyáltalán foglalkozunk a kérdéssel mi önkormányzatként, holott nem az én dolgom lenne, mert ugye ez tartozik az Agrárkamarához, az erdőgazdaság, a vadgazdálkodás, tehát csomó szakágazat van, akinek ezek egyrészt a kiírt szabályai, ugye, amit be kéne a gazdálkodónak tartani, másrészt ahova a kártérítési igények joggal tartozhatnának, de való igaz az, hogy jelenleg a gazdák érdekképviselete, amit ön is említett, hogy esetleg összefogásban nem megoldott még a szakmán belül se, ezt is nekünk önkormányzatnak kellett kezdeményezni, hogy egyáltalán elindítsuk ezt a fajta probléma felvetést. Hát itt azért látszik már az indulat. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk messze attól, hogy a civil lakosság saját kezébe fogja venni a védekezés jogát, hogyha nem érzi a rendőrségbe a potenciált. Márpedig azt tudjuk, hogy hajlandóság van, de létszám nincs. És arra hívom nem fel a vezetők figyelmét a legnagyobb jó indulattal, hogy ezt előzzük meg, mert itt nagyon nagy baj lesz rövid időn belül, hogyha ez a migrációs nyomás nem fog enyhülni. Márpedig tudjuk, hogy nem fog. Tehát valahonnan, a főoldalról, vagy akár a marsról, de kell szerezni még embert, mert mondom, nem csak ennyien haragszanak már a migránsokra, hanem rengetegen. Rengeteg jelzést kapunk, és nagyon nagy az indulat. Tehát itt most kulturáltan fogalmaznak az emberek, nekünk szemtől szemben már kevésbé. És elég határozott dolgokat mondanak, én szerintem itt a lakosság meg fogja magát védeni. A másik dolog, még egy gondolat, hogy igenis előfordult, hogy el kellett engednünk a csempészt. Felhívtuk a szolgálatparancsnokot, és ugyan tudom, hogy azért kellett elengednünk, mert nem volt ember, de ez abszurd. Én azt mondtam a kollégáimnak, hogy köpjünk föl, és álljunk alá. Akkor miért vagyunk kint az utcán?
volt 112-es rögzített vonalas bejelentésem, a civil lakos elmondta, hogy ott a migráns csoport az erdőbe, felkutattuk, fölhívtam a 112-t, a csoport hangját hallottam, és a rögzített vonalon elmondta a rendőr, hogy nem tud küldeni senkit. Oda sem menjek. Nem azért nem megyek oda, mert nem merek, mert én minden alkalommal fegyverrel megyek ki, hanem nem akarok ott állni órákig a semmiért. Hát erre valami megoldást találni kell, mert itt nagyon rövid időn belül polgárháború lesz.